Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV Vévi műsorában, és köszöntöm kis Robert Richard barátomat, újságíró szakpolitikus is, lehet azt mondani. Ugye hát már amennyiben a turizmust a... politikának, hát, a politikának igen, tekintjük. Igen. És egyébként frissen könyvszerző is, nem tudom, ez ott az ötödik könyved, vagy még... Hát igazából, hogyha most mindent bele nem csak a kifejezetten turizmussal kapcsolatos könyveket, hanem a szállodás sorozatomat, vagy minden más, akkor már sokadik, tehát akkor már vagy a harmincadik. Ami ebben a sorozatban megjelent, az így látják a magyarokat a világban a sorozatban, ott a negyedik, mert hogy egyre több és több országban kutakodom azzal kapcsolatban, hogy miként látják a magyarokat a világban, mit gondolnak rólunk, egyáltalán amikor magyarokkal találkoznak, akkor milyen a benyomásuk, és hogyha nem találkoznak soha életben egyetlen magyarral sem, és én vagyok az első az életükben, akkor utána mit mondanak és előtte mit gondolnak arról, hogy Magyarország hol van mit tudnak a magyarok. Szerintem nagyon érdekes. A Na most a, a, mostani beszélgetés, mert a legutóbbi beszélgetésünknél szóba került ugye ez a, a könyvet, most ez egy újabb epizol, része a, ennek a történetnek, de most nem egyeztettünk, és egy, lehet, hogy nagyon váratlan kérdésekkel foglak meg, de az, legfeljebb azt mondod, hogy erre nem tudok neked válaszolni. Én tudom, hogy te a politikától ügyekszel távol tartani magad, van saját maga véleményed, de a nyilvánosságban ezt nem használod. Én mégis összekapcsolom a kettőt úgy, hogy én politizálok, te viszont tudod a saját gondolataidat elmondani. Szeretném megtudni, hogy Magyarország és annak külügyminisztere és kereskedelmi minisztere az milyen helyeket keres föl, illetve azok a helyek, amelyeket fölkeres, azok a mi szempontunkból, turisztikai szempontból, Magyarország szempontjából fontosak vagy nem fontosak, tudunk-e egyáltalán valamit? Az első az egy mai történet, amikor beszélgetünk, ugye akkor veszi át az ENSZ közgyűlés elnöki szerepét Trinidad és Tobago. A külügyminiszterünk New találkozott az ENSZ székhelyén az ottani diplomatával, és rögzítették, hogy mi mind a ketten a béke pártján vagyunk, tehát Trinidad és Tobago is ugyanazt vallja, mint Magyarország, bár Magyarország nem tudom, hogy mit vall, de ez az én megjegyzésem. Mit kell nekünk Trinidadis Tobagóról tudni, és miért fontos az, hogy Trinidadis Tobagó, tudom, hogy hol van, valót eh, eh, Latin Amerika és eh, Dél Amerika fölött. Így van, közép amerikai. <kül> Pontosan. Nézd, bármilyen furcsa, de az összes ilyen jellegű látogatásnak, megbeszélésnek, néha még a különböző üzleti megállapodásoknak is, amelyet a két ország között kötünk, sokkal több értelme van, mint amennyire első pillanatban gondolnánk. De mondok neked néhány példát erre. Az első az az, hogy nagyon sok olyan szervezet van a világban, ahol szavazni kell, ugyanúgy egy szavazata van minden ország képviselőjének. De a különböző események odaítélésének, a helyszíneknek az odaítélésénél is lényegében ugyanolyan szervezet, ha olimpiát akarsz rendezni is, ugyan olyan szavazata van, mint egy jóval nagyobb országnak. Tehát azt kell mondanom, hogy hosszú távon minél több barátunk van a világban, minél többen gondolják azt, hogy Magyarország alapvetően valami jó dolgot szeretne, vagy legalábbis szívesen szavaznak ránk, annál jobb. Tehát ez az egyik értelme. A másik pedig a pillanatnyi gyakorlati haszon. Nemrég jöttem haza Ekvádorból, és januári hír volt, azt hiszem, hogy ha már itt a külügyminiszterrel kapcsolatban kérdeztél, hogy Szijjártó Péter aláírt egy megállapodást Magyarország és Ecuador között, szénhidrogén, ipari és védelmi megállapodást. Na most, hogyha az első pillanatban ezt halljuk, akkor védelmi megállapodás Ecuador és Magyarország között, hát ugye hasunkat fogjuk, hogy te jó ég, majd a magyar hadihajók oda mennek Ecuador partjaira, és akkor a, a adóktenger majd, majd, majd védelmet. ők És akkor azt gondolnánk, hogy jól van, hát most persze, oké, okay, de Nekem volt szerencsém kimenni két hétig Ecuadorba, egyébként több más újságíró is ott volt az első időszakban, a HVG-ből Gyükeri Mercedes, a portfólió munkatársa, és szintén ott volt Huszák Dani, de ott volt György Gabriel az ATV-től, tehát tényleg Gazdasági jellegű újságíró kollégákkal voltam ott néhány napot, majd azt követően nem is keveset, mert nyolc napot, majd azt követően a turisztikai kínálatot mutatták be, ott már csak a konzul jó magam voltunk jelen, és tényleg csodákat láttunk. De ugye ott kezdtem, hogy van egy védelmi és szénhidrogénipari megállapodás Ecuador és, és Magyarország között, te jó ég. és ott Nagyjából lehetett látni, hogy ennek van tartalma, mert a védelmi megállapodás nem azt jelenti, hogy majd ecuadori katonák segítkeznek, vagy fordítva, hanem azt például, hogy jelenleg is használ Ecuador, az ecuadori rendőrség olyan pajzsokat, olyan fegyvereket, olyan különböző eszközöket, amelyeket Magyarországon gyártanak vagy magyar tulajdonú cégek gyártanak, csak éppenséggel úgy jut el hozzájuk, hogy megveszik a németek, a németetről az amerikaiak, és ők Amerikából vásárolják ezeket. Igazából az ekvádori rendőrök magyar pajzsokkal vannak ott, és adott esetben intézik a dolgokat. És azzal, hogy gyakorlatilag most közvetlenül tudnak venni például magyar termékeket, hiszen azért azt látjuk, hogy próbálunk itt a fegyvergyártás, hadipar terén erősödni, és új termékeket összerakni, ezáltal nagyon komoly profit tudnak majd realizálni a különböző vállalatok, és így az országok is. De mondok egy másik példát, ha megnézi valaki azt, hogy mondjuk Ecuador és Magyarország között mekkora a kereskedelmi forgalom, akkor azt mondja, hogy te jó ég, hát nem tudom, a kár volt a repülőjegyér, mert olyan kevés. Ez nem így van, csak úgy jutnak el hozzánk a termékek, hogy sokszoros közvetítőkön keresztül. Tehát itt van például a banán. Szerintem az összes kedves néző az evett banánt. Én banán fanatikus vagyok. 78-ban azért kezdtem el utazgatni, mert láttam, hogy Svájcban nem kell sorba állni a banánért, és azt mondtam magamban, hogy ha ilyen csoda van a világban, akkor valószínűleg tényleg más a világ, mint amilyennek elképzeltem. Tehát nekem fontos a banán, de az ecuadori banán jelen van a magyar boltokban. Szerintem minden egyes néző vásárolt már ecuadori banánt, mert Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, ezeket veszük, és túlnyomó többségében ecuadori banánjuk De De milyen távolságra van egyébként? <té> és Tobago, na Ecuadortól. Egyébként nincs olyan messze, hogy ha innen nézzük, mert ugye egyiknél gyakorlatilag. Az, egyenlítő van a, 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 igen, az egyenlítőn van, ekvádor, Igen, az van, Ekvádor és ugye a másik oldalt az Ecuador a. a nyugati parton található, és ez pedig ugye egy kicsit följebb. Tehát messze van, de az Ecuador az egy jó példa arra, hogy Hát itt van például a forgalom, óriási forgalom van valójában banánból, csak éppenséggel. Ez úgy jelentkezik, hogy nem tudom, szintén Európai Uniós import nálunk, mert hogy Németországból hozzuk a banán, csak ott elárulom, hogy kevés a banánfa. Tehát ez is, ugye sok közvetítőn keresztül érkeznek a különböző termékek, ezeket minél inkább kiiktatod, minél inkább egyszerűsíted, annál több profitot úgy realizálsz, hogy nem kell semmi mást hozzátened. De Magyarországon gyártott Suzuki, luxusautó Ecuadorban. Tehát azt mondják, hogy ez ritka megbízható kocsi, mert sokkal jobb mondjuk, mint a Jetour vagy a Mercedes. Ugye hát a Jetour az erősen hajaz például a Volvo-ra, ugye van Jetour XC 60-as, 90-es, tehát kínai autók vannak főleg Ecuadorban. És azt látjuk, hogy, hogy valóban létezik egy olyan lehetőség, hogy, hogy mondjuk akár a kulturális együttműködésen, vagy a turisztikai együttműködésen túl is ott profitot lehessen realizálni. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek bármilyen furcsán is hangzik, de van értelme. Tehát minden kapcsolat, minden, minden dolgot meg kell nyitni. Nyilván ez nem helyettesíti azt, hogy mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Németországban, vagy Franciaországban, vagy Ausztriában, a környező országokban nagyon erős legyen a a külpolitikánk hatása, és próbálkozunk minél több gazdasági együttműködésre. Hát látjuk jól, hogy azért azt mondjuk, hogy 80%-a a forgalomnak, a kereskedelmi forgalomnak Európai Uniós, de azért azt is tudni kell, hogy ebből a 80%-ból nagyon sok azért, mert onnan jönnek be azok a termékek, amelyeket nem Európa Igen, 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 csak mind, mi Hollandiából veszük a virágot, de elárulom, hogy ekvadori virág lesz az esküvőjén a legtöbb magyar embernek. De nem tudja, hogy ekvadori virág, mert úgy tudja, hogy holland virág. Meg, meg iszod, reggel a holland Kakaót barátom, Hollandiában kevés kakaócserje van. Tehát uh, igazából én láttam, hogy, hol, hogy nő a kakaó, fogtam a kezembe a kakaót, nyitottam ki kakaót, megnéztem a kakaóbabot, és szárították uh, ott előttem a kakaót, és én magam csináltam csokoládét uh, ottani kakaóból. Tehát tudom, hogy hogy készül, tudom, hogy hol nő, tudom, hogy miért nő, hát elárulom, hogy nem a holland mélyföld terméke. Mm -hmm. És mégis mi onnan veszünk. Tehát valójában ez a 80% egy része azért van, mert a legnagyobb logisztikai vállalatok, a legnagyobb, leghatalmasabb uh, vásárlóközpontok, azok Európai Uniós, vagy persze, hogy Egyesült Királyság beli óriási, hatalmas ö, ö, szervezetek, és kvázi amit ők behoznak, mi onnan vesszük azt a terméket, amit valahol a világban előállítanak. Tehát ez is egy érdekelés. A, a kereskedő tudja, hogy ekvádori kakaót vesz, vagy ekvádori ő virágot vesz? Hát a banán esetében hmm. tudja, mert ott ugye a származási címkén az, az rajta van. A, kakad, a kakaó esetében nem feltétlenül, ott ugye holland kakaónak tudjuk, a virág esetében sem feltétlenül tudjuk. De egyébként hozzáteszem, tehát vannak olyan dolgok, amikor nem is nagyon tudjuk ezt megoldani. Tehát például a virág esetében hát mondok egy érdekes példát, hogy gyakorlatilag mondjuk a másfél millió forint értékű virág szállítmányt vásárolsz Hollandiából, hogy nagyon szép legyen az esküvőd, akkor azt, ha te közvetlenül vásárolod, akkor úgy, hogy mindenkinek tisztes profitja van a történeten, és szállítod is, akkor mondjuk egyharmadáron ezt meg tudod oldani. De nem tudod úgy megcsinálni, mert nincsen közvetlen légjárat, nincsen tengeri kikötőnk, stb. stb. Mivel ezeket nem tudod megoldani, ezért nem tudod végül is ide eljutatni megfelelő állapotba, mert hát hogyha nem a nagy, hatalmas szervezeteknek a logisztikai segítséget veszed igénybe, akkor okay. Kor megtörténhet, hogy a napra kikerül a virág, esetleg, esetleg a banán is megrohadhat, hogy bármilyen előfordulhat. Na most tréfát félretéve nem egyszerű kérdés. Én mondok egy másik országot, amiben mm -hmm. szintén engem meglepett, és lehet, hogy téged hallgatva azt fogom mondani, hogy ez volt a legjobb döntés, Sierra Leone. Mm. Ott is járt eh, Sziártó Péter, és kötött valamilyen megállapodás, az egyik legsúlyosabb diktatúrának mondják Sierra leone -t. Azt mondtad az előbb, hogy fönn kell tartani a kapcsolatokat. Az mindegy, hogy diktatúra vagy sem? De mit, mit kell tudnunk amúgy Sierral elmondani? Hát az ásványkincsekben rendkívül gazdag országról van szó. Egy olyan hely, ahol gyémántott aranyat, ezüstöt tudnak bányászni. Van egy nagyon komoly vadvirága, van egy nagyon komoly mezőgazdasági területe, és mégiscsak szegény országról beszélünk összességében. Tehát azért azt látjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy diktatúra, vagy azt mondjuk, hogy demokrácia, aki ismeri Afrika történelmét, vagy ismeri, hogy, hogy ott miként éltek az emberek, akkor azért, tehát nyugati típusú demokráciát felépíteni, látjuk, hogy Líbiában mennyire sikerült, vagy Afganisztánban. Tehát ez egy illúzió. Tehát ez pont, hogy van egy elképzelésünk, hogy nagyon szép dolog, hogy mindig mondjuk hosszú járunk, és így nézünk ki, ezért az egész világ nézzen ki így, mert ez a természetes és szép dolog. Hát nem biztos, hogy ők azt akarják. Tehát nem biztos, hogy ők egy olyat szeretnének csinálni. Tehát lehet, hogy ők biztonságosabban érzik magukat akkor, amikor valaki azt mondja, hogy ehhez igaz, hogy fiam, és ha ezt így megcsinálom, akkor neked jó lesz, és akkor semmi olyan nem lesz. És ezt jobban örülnek annak, mintha megpróbálunk egy nyugati típusú demokráciát építeni, aminek az lesz az eredménye, hogy van kilenc hadúr, és egymást kölcsönösen folyamatosan vegzálja, és aztán a létbizonytalanság lesz. A vegzálás az ki, ki, is nyírja egymást. Hát például, vagy bármi más. Tehát, tehát azért én 178 országban jártam, és nagyon sok afrikai helyen voltam, jártam olyan helyen, hogy tehát tényleg ott nem tudod máshogy megoldani a rendet, mint hogy van egy kőkemény szigor, ami néha a Szent István törvényeit idézi, aki talán töriből emlékszik rá, ott azért nem volt kezdvesz a tolvajoknak, levágták a kezét, hogyha ezt nem így oldod meg, akkor gyakorlatilag nem tudod azt az adott területet kordában tartani, és erre nincs is különösebb eszközött. Tehát ez nem úgy működik, hogy varázsütés szerint ott bemegyek, és azt mondom, hogy gyerekek, hát akkor békésen szavazatok egy olyan jelöltre, akinek jobb a marketingje. Ez, ez, ez nem úgy működik. Tehát ez, ez, évezredes dolgok, vagy éppenséggel szokások, hagyományok határozzák meg, kulturális hagyományok, vagy de akár a törzsi, de a kedépént, ami például Sierra Leone, és inkább zárt társadalmak, nem? Hát zárt társadalom, abból a szempontból, hogy azért mindig voltak olyan külső hatalmak, akik ezt a zárt társadalmat feltörték, és megpróbálták kiaknázni a különböző kincseket. Tehát ugye azért azt se felejtsük el, hogy Afrika rendkívül gazdag ország természeti kincsekben, rendkívül gazdag ország termőföldet tekintve, vadvilágát tekintve, és mégis azt mondjuk, hogy milyen szegények. Nagyrészt azért. A bármilyen furcsa ezt mondani, de, de az egykori gyarmattartó hatalmak is azért segítik azt, hogy ott ne legyen túlságosan komoly fellendülés. De mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha már itt érdekel, így, ha, azt gondolom, hogy a hallgatókat is érdekli a dolog, mondjuk a segélyezés. Tehát tegyük fel, azt mondjuk, hogy jaj, szegény Sierra Leone, hát akkor vigyünk már oda egy kis gabonát. Felvásároljuk a gabonát a mi termelőinktől, mondjuk a nyugati termelőnktől, őnek nagyon jó lesz, mert felvásároltuk tőlük, és hát rendkívüli módon feldobtuk a, ezzel a keresetet, ők pénzükhöz jutnak, virágzik a gazdaságunk, és nagyon jó, majd ott van egy nagy csomó gabona. Azt a nagy csomó gabonát mondjuk elküldjük Sierra leone hogy jaj, de jó, hát adtunk nekik segét, mert a segély az általában ilyeneket jelent. Ugye azt már látjuk, hogy ez miért jó annak, aki adja a segét. Hát aki kapja a segét, annak annyira jó, hogy általában ott az illető hadúr lesz a, gabonának a gazdája, aki ezt piac aztra dobja jóval nyomottabb áron, mint ahogy ott a termelők megtermelik, tehát az ottani termelők tönkre mennek, tehát tönkre vágjuk az ottani gazdaságot. Ha egyetlen segélyt nem kapnának, akkor boldogabban élnének. Tehát nagyon furcsa ez az egész történet, hogy, hogy, hogy mi miért akarunk egyáltalán bármilyen módon beleszólni. Ami szerintem beleszólás igazából egy picit létjogosultsága van, az mondjuk az orvosi ellátás, az egészségügyi ellátás, abban azért sokat tudunk segíteni, ha tényleg segíteni akarunk akár mindenféle érdek nélkül. Tudunk segíteni abban, hogy, hogy az orvoshiányt egy picit orvosoljuk, most segíteni mi úgy gondolom, hogy azok, akik már viszonylag fejlettebb területeken élünk gazdasági szempontból. És látjuk azt, hogy, hogy mondjuk az oktatás terén még bizony a nyelvoktatás, vagy a pár a hétköznapi mesterségek megtanítása. Tehát ilyen téren valóban sokat lehet segíteni, sokat lehet az ottani emberek felzárkóztatásáért tenni, és sokat lehet azért tenni, hogy az által az ottani terület érhető legyen, és mondjuk ne legyen, tegyük fel, ha már a, a migrációt szóba hoztam mondjuk migrációs nyomás akár Európában. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha elfejtenénk a segélyek világát, és segélyek helyett inkább mondjuk, egészségügyi oktatást, vagy akár hétköznapi oktatást nyújtanánk Afrika országainak, és egyébként pedig rájuk bíznánk azt, hogy döntsék el, hogy ők milyen társadalmat akarnak építeni, akkor valószínűleg a migrációs nyomás némileg csökkenne, azt gondolom. Azért ne hidd azt, hogy ott van egy adott ország, és mondjuk nincsenek ott az egykori gyarmattartó hatalmak jelentős számban. Ott vannak mindenhol, ott van mindenki próbálja Afrikát megszerezni. Nagyon komoly kínai kolóniák vannak, kínai befektetések vannak Afrikába, komoly orosz befektetések vannak Afrikába, hollandok, németek befektetései, franciák befektetése, hát a Francia-Frank, afrikai-francia-Frank a fizetőeszköz a mai napig az egykori gyarmatokon, és gyakorlatilag a teljes pénzügyi hátterét ők adják. Úgyhogy azért ez, ez valójában nem arról szól, hogy majd van egy afrikai ország, és akkor ott el vannak, hanem lényegében egy picit küzdenek azok is, akik, akik mindig is fújták a pasztát, szeret az elmúlt ezer évben. Könyvetből indultunk ki, látható, hogy mit gondolnak rólunk magyarokról. És az utóbbi időben ugye azt tapasztaljuk, legalábbis az értelmiségi körökben, mondjuk ezt jobb oldalról úgy fogalmaznák, hogy baliberális köröknek a véleménye, de mégis ezek visszhangoznak, hogy egyre több országgal van konfliktusunk. Ezek kihatnak-e a turisztikai területekre is? Ezek akkor, ha, hogy érzékelsz-e ilyet, amit mi úgy gondoljuk, hogy most már bennünket magyarokat lengyelektől kezdve, osztrákokon át, de most már az amerikaiak is, hát eléggé megbélyegeznek a magyar politikai vezetés miatt. Azt gondolom, hogy a hétköznapi emberek szintjére ilyen gyorsasággal, ilyen módon azért ezek az információk nem jutnak el, ilyen módon nem gondolkodnak cizelláltan. Tehát nyilván, hogyha valaki értelmiségi, újságíró, adott esetben hangadó értelmiségi bármilyen ország bármelyik oldalánál, akkor ő sokkal tájékozottabb az átlagnál, és a különböző információknak a birtokába jut viszonylag hamar. Ezek az információk korán sem jutnak el a helyi Pékhez, a helyi autószerelőhöz, vagy éppességgel, még a tanárokkhoz sem feltétlenül, úgyhogy ilyen téren korán sem annyira vészes a kép, mint ahogy korán sem annyira jó a kép sokszor, tehát igazából azt kell mondanom, hogy, 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 hogy mélyebben gyökereznek ezek a, ezek a dolgok. Tehát egy turista az azt nézi, hogy gyönyörű Budapest, felmegy a citadellára, lenéz, látja azt, hogy mesésen kanyarog a Duna, csodálatosak a hidak, jól érezte magát a kocsmába, finomakat evett, és ahhoz képest nem kellett annyit fizetnie, és még este mondjuk 11-kor is tudott sétálni úgy a városba, hogy nem vágták hátulról fejbe. Tehát a biztonságot értékelik, az árértékarányt értékelik, a jó szálláshelyeket értékelik, meg azt is, hogy viszonylag azt kell mondanom, hogy komoly élményeket ígérünk azoknak, akik itt vannak, mert nagyon sok olyan dolog van Budapesten, amit nem is ismer egy átlagos magyar, mert nem voltak még fenn a különböző épületeknek a tetőterén, van egy 360 fok éttermünk, egy, egy tetőteraszunk a Clark Hotel tetején, a Hilton tetején egy mesebeli teraszunk, a Bazilikában is, azt gondolom, hogy sokan nem is mennek fel oda a kupolás része. Tehát fölülről ezekből a perspektívából kevesen nézik meg a fővárost, de nem tudom, hogy hányan voltak mondjuk az elmúlt tíz évben cseppkőbarlangban, két gyönyörű van Budapesten, legalábbis a nagyok közül. Aztán sorolhatnám tovább a Csokoládé Múzeumtól kezdve egészen mondjuk a jégbárig, amit imádnak a turisták. Itt, ha mondta egy ismerősnek, hogy akkor nézzünk el a jégbárba, hová. Tehát valójában saját magunk sem tudjuk ezeket a turisztikai attrakciókat sokszor. A külföldi Dieket, ez nyugözi le igazából. A külföldiek azok örömmel jönnek, mert látják, hogy kellemes szép helyen vannak, és, és, érdekes élményeket tapasztalnak. Tehát ilyen szinten a napi politika őket azt kell mondanom, hogy nem fogja meg, és ez ugye hát nyilván lehet jó is, lehet rossz is mindenkinek a megítélésére bízom, hogy éppen milyen. Ha, ha egy szóval kellene jellemezned azt, most a könyved alapján, a könyveid alapján, hogy mit gondolnak Magyarországról a külföldiek, és nyilván persze differenciáltan gondolkodok, de mégis most egy szót kapsz, egy szó lehetőséget, vizsgán vagy, és mit gondolnak a magyarokról? Ha egy szóval, ha mind a kettőre egy-egy szabad lenne, akkor mi, mit, mi az a kül, mit mond a külföld? Mondjuk pessimista, kreatív. Tessék, tehát pessimisták vagyunk, ezt egy, mi szinte mindenki látja. Hát tegnap olvastam pont a st statisztikát, hogy a világ legpessimistább országa vagyunk. Ezt mindenki így látja, és ez így is van. Tehát mi mindig azt nézzük, hogy Úristen. Tehát most tudom, hogy, hogy, hogy nehéz elmondani, de éppen most olvastam egy könyvet, lektoráltam, és a könyvem van egy, idézve egy tanulmány, hogy nem tudom, a 25 év alatti fiataloknak a most nem akarok pontosan számot mondani, de a jelentős százaléka az elmennek külföldre Magyarországról. Bezzeg az 50 év fölöttiek, hát azok már nem mennének el. És akkor mi a tanulság? Hát az a tanulság, hogy hát a 25 év alattiak azt látják, hogy nincs itt semmi esély egy fiatalnak, nem. Mi 50 évesen már tudjuk, hogy máshogy sokszor rosszabb, barátom. Hogy nem is olyan rossz ez? Nincsen cunami nincsenek hatalmas földrengések. Japánban mindig rengeteg egy kicsit a föld. Nincsen általában a mindennapok részeként lövöldözés. Hát ez hány helyen van bizony, és ahhoz képest nekünk milyen jó. Ritka az, hogy mondjuk késelések legyenek, vagy álmokfutó tartsa rettegésben az x kerületet. Alapvetően minden nyugodt. Nincsenek nagy természeti katasztrófák. Nem fekszünk törés vonalon. A koronavírus most nem számítsuk, de egyébként fertőző betegségek sincsenek igazán komolyan. Relatíve békében el tudunk lenni, mert nincsenek háborús konfliktusok az országon belül, az országhatárán túl, az egy másik dolog, hát ugye ott sok ország határos. Tehát azt látjuk, hogy aki azért szeretne munkához jutni, az valamilyen munkához fog jutni, mert hogyha válogatunk persze, meg azt mondjuk, hogy elnye elnye, akkor nehezebben, de igazából mondjuk vannak olyan szakmák, hogy azonnal felvesznek, hogyha szeretnél dolgozni egy építkezésen, vagy szeretnél mondjuk szakásnak, vagy felszolgálnak elmenni egy vendéglátóhelyen a Balatonnál. Tehát még csak az sincsen, hogy nem jutsz munkához, még csak az sincsen, hogy éhezel olyan szinten, mint mondjuk Ázsia jelentős részén, pláne Afrikában. Tehát azt kell mondanom, hogy minél több helyen vagy a világban, annál inkább rájössz arra, hogy persze irigyelheted mondjuk a svájci életszínvonalat, de én meg svájci nagybátyámmal ugye a múltamban, aki ez mindig kiártam, én meg látom, hogy, hogy mik vannak ott, hogy milyenek a szomszédok. Hát banán az van, persze, de olyan szomszéd is, aki, hogyha eldobsz egy, 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 banánhéjat, akkor már följelent. Tehát azért a svájci struktúrába beilleszkedni korán sem kellemes, és azt se felejtsd el, hogy te mindig idegen leszel, akárhol mész, te idegen leszel a harmadik generációig nagyjából. Az USA-ban talán nem. Az Egyesült Államokban ez egy kicsit más. Olyan értem, hát ott mindenki effektíve, ja, egy idegen. Picit idegen, így van. De, de, azt kell mondanom, hogy sehol nincsen korbázból a kerítés. Tehát én azért csinálhattam volna jetski kölcsönzőt havajon, mese szép hely, gyönyörű a természeti adottság, de azért mindig mindennek vannak hátulütői. Na most, de hát azt meséli XY, hogy ő milyen jó el van. Hát szerinted ő magát tudná igazolni, ha azt mondaná, ami egyébként itthon is szokás, hogy panaszkodna? Hát ő azt fogja mondani, hogy ez csodálatos dolog, majd otthon azért magában elgondolkodik, hogy barátom. Hát ismerek olyan Ausztráliában élő magyart, aki éttermet nyitott, és ugyanúgy panaszkodik Ausztráliában, és hogy van, ezek az ausztrálok, hát ezek ú, szörnyek. Mindig szeretünk panaszkodni. Pedig, hogyha most megnézzük azt is, hogy gyakorlatilag gyerekek itt vagyunk békében, van itt lámpa, meleg, kint van egy kávégép, bedobom a 200 és iszok egy jó kávét. Hát, mi kell még a boldogsághoz. És én is, is rágozhatom. Rá, én... akkor megszólal a pessimista, holnap már nem 200 kell bedobnom. Hát de nem érdekel, hát most érted, vannak gyerekem, jól érzem magam, de most mondhatnám azt, hogy hú, tavaly meghalt anyám, meghalt a nővérem, meghalt a nagynéném egymás után. Hát nem az a tipikusan ricsi év volt azért a tavalyi, gyakorlatilag gond halmaz volt az egész életemben. De a felfogásom az olyan, hogy Isten ezt így akarta, ez egy szomorú dolog, eltemettem őket is, sőt, eltemettem apámat is, együtt anyámmal. Tehát a tavalyi év az a, egyébként már majdnem VIP ügyfél voltam a temetkezési vállalatnál, és ezt szerintem senki nem kívánja sem magának, sem a családjának, és mégis azt mondom, hogy akkor nézzük a jövőt, hogy itt vagyok, és, és tovább lépek, és akkor majd, majd a gyerekeimnek legyen jó. Tehát azt gondolom, hogy egy felfogás kérdése ez, amikor arról beszéltünk, hogy egy szóval kell jellemezni. Hát igen, mi pessimisták vagyunk, mert mindent lehet optimistán nézni. Én egyszer interjút készítettem Indiában egy lepraterep lakóival, és ők pozitívabban látták az életkilátásaikat, mint jó néhányan itt Magyarországon, akiknek egyébként volt állásuk, és semmi bajuk nem volt. Tehát ez azért most nevezte is ezen, de ez igazából, ha belegondolsz, nagyon fura, hogy hát ma megyülök a leprából, ez sem, Hát barátom, te nem vagy leprás. Te, neked minden napod ajándék. Örülj neki. És ne panaszkodj, hogy kevés a fizetésed, mert neked pont ennyi a fizetésed, amelyet úgy Isten úgy akart adni neked. Tehát, tehát ugye így már egy kicsit más, hogyha így fogod fel ezt a történetet. Tehát legyünk egy kicsit optimistábbak. Jobb lesz ettől az életünk. Semmi mástól nincsen, csak hogy mondjuk azt, hogy egy hétig nem panaszkodunk. Akármi történik, nem panaszkodunk. És puh, a nyolcadik nap már olyan lesz, hogy magunktól jól érezzük magunkat. Érdekes. Hogy nem? adekvát legyen a vége, Én nagyon boldog vagyok, hogy itt voltál. A... Én is Én... nagyon boldog vagyok. Hát most már van itt két boldog ember, te is boldog, vagy is boldog vagy, Na hát akkor most már három boldog ember van. Figyelj, remélem, hogy a nézők is nagyon boldogok, mert egyébként az ő boldogságuk jelenti nekünk a legtöbbet, mert mégis ezért csináljuk. Így van, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönöm. köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.